Hatodik alkalommal került megrendezésre a Mihály Napi Lovasnap városunkban, amelynek délelőttje a gyerekeké. A város és a város környék óvodái összefogtak, és az ünnepkörrel kapcsolatos játszóházban várták a kilátogatókat. Van egy mottónk, hogy amit adsz, azt kapod vissza. Hát ezt próbáljuk mi visszaadni, nagyon sokat kapunk, nagyon sok szeretetet kapunk a gyerekektől, ezt próbáljuk visszaadni. A rendezvényünket átkereszteltük Lovodanappal. Harmadik alkalommal rendezzük meg az óvodásokkal együtt a Lovodanapot, amiben a városvezetői szorosan részt vesznek, szervezkednek, a 10 óvoda, a város összes óvodája itt van. A vágyaink az, hogy a tatai környéke, tehát az összes kistérségi óvodák itt lehessenek, és ennek az első alkalommal az, hogy ide jöttünk a kastélytérre, tehát nem len vagyunk az Eszterházi udvarba, a Lovarda udvarba, a zárt térbe, hanem egy kicsit kinőttük magunkat, és itt vagyunk a kastélytéren, hogy minél többen meg tudják látogatni ezt a fantasztikus rendezvényt. A lovas élet az benne van a génjeinkbe. A kormánynak a programjában benne van, hogy az iskola tanterbe tanítsák a lóval való foglalkozást. A mi feladatunk, hogy megfertőzik, idézőjelben megfertőzik a gyerekeinket, és azt mondjuk, hogy igen, a ló úgy van benne a génjeinkbe, hogy tényleg megismerhessük. Tehát a mi feladatunk a lóval való ismerkedés. Mi ezt tesszük? Minden fesztiválnak az a lényege, hogy egy kicsit a családok együtt legyenek, együtt szórakozzanak, beszélgessenek, legyenek közösségben, játszanak a gyerekekkel, de legalábbis foglalkozzanak vele. És azt gondoljuk, hogy talán példaértékű lehet az az összefogás, amivel ez a rendezvénysorozat kialakulhatott, hiszen a Tatai Lovas Szövetségen keresztül olyan partnerre akadtunk, akik megcélozták szintén a gyerekeket, közel 600-700 gyermek megjelenését várjuk. 175 pedagógusnak az ideérkezését vártuk, de azt gondolom, hogy majdnem itt is van mindenki. Szolgálatra készen, hiszen gyönyörű ajándéktárgyakat készítettek, és ennek a napnak az a lényege, hogy olyan dolgokkal ismerkedjenek, amit élőben láthatnak, a lovakat, a lóval való közlekedést, a lóval való ismerkedést, és hogy hát, ha felnőtt korukban lehet, hogy magyar bajnokokat fogunk köszönteni. Sok gyerek volt résztvevője a lóvodának, ahol kipróbálhatták a lovaglást, sőt a legkisebbek játéklovakon gyakorolhatták a lovasok mozgását.